Jó napot kívánok, ez itt a vidékünk, Bartus Bella vagyok. Óriási a sikere és a jelentősége a délvidéken az anyaország nyújtotta gazdaság fejlesztési támogatásnak. A Prosperitáti Alapítvány által kiírt pályázatok nem csak a vállalkozókat segítették, ennek a támogatásnak köszönhetően több mint 1100 család költözhetett be első otthonába. Az idei első házvásárlási pályázat a napokban zárult. A Gulyás Oldal család 2017-ben pályázott a Prosperitáti Alapítvány házvásárlási pályázatán. Családi házokat az elnyert összegből tudták megvásárolni. Fontos szempont volt számukra, hogy az épülethez egy gazdasági udvar is tartozott, hiszen a sikeres jövő iránti vágy arra motiválta őket, hogy vállalkozóvá váljanak. Sikerült ezt a nagyobb fólián megépítenünk, és itt szoktak lenni a virágok, a krizantémok. Családi összefogással egy nyári növények és zöldségfélék termesztésével foglalkoznak. Termékeiket piacokon árulják, de viszonteladók is vásárolnak tőlük. A Prosperitáti Alapítvány házvásárlási pályázata megkönnyítette számukra a szülőföldön való boldogulást. Sokban segített, mivel hogy azért mi is ugye, nekünk is megfordult a fejünkbe, hogy kimegyünk külföldre, hogy talán ott könnyebben tudunk majd élni, de a férjem az kitartó volt ezzel kapcsolatban, mert ugye a család már családi vállalkozásba kezdte ezt a termelést, és ő szerette volna folytatni, sőt növelni, ugye, és ezzel foglalkozni főként. Ez itt már Bajmok, a Forcek család otthona. Fiatal párként nem rendelkeztek elegendő pénzügyi háttérrel ahhoz, hogy megvásárolják közös otthonukat. 2018-ban éltek a lehetőséggel és pályáztak a falusi házvásárlásra. Pár hónappal később beköltözhettek ebbe a családi házba. Amikor ezt a házat megvásároltuk, akkor nem volt konyhánk se, és itt ezt a részt alakítottuk ki konyhának. Egy később majd ezt a falat gondoltuk kidűteni, hogy megnagyobbítsuk, hogy legyen helye ebédlőnek is, meg nappalinak is, hogy a társaság elférjen. A fiatal házas pár folyamatosan újítja, szépítgeti otthonát. Mivel Denis, a pár kisfia hamarosan kis testvért kap, erre szükség is van. A családfő mezőgazdasággal foglalkozik, ehhez is igénybe vették a Prosperitáti Alapítvány által kínált pályázati lehetőségeket, így folyamatosan korszerűsítik gazdaságukat. Mindenféleképpen itthon szeretnénk maradni. Igaz, hogy nem olyan nagy lábon élünk, mint ahogy mostan így lássuk, ahogy a külföldiek teszik, de viszont nekünk nagyon fontos, hogy itt vannak a szülők és a gyerekeket, nem szeretnénk a nagyszülők nélkül, hogy nevelném. Szerintem nekük is fontos szerepük van a családban, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi itt vagyunk egymásnak. Most kimennénk külföldre, akkor ugye a gyereket is kiszakítanánk ebből a légkörből, és ezt nem szeretnénk. A magyar kormány a Prosperitáti Alapítványon keresztül 2016-tól kezdve támogatja a szülőföldön való megmaradást és boldogulást a délvidéken. Ennek egyik része a házvásárlási projekt. Nagy segítség ez a fiatal pároknak, családoknak és az egyedülálló szülőknek is, hogy kialakítsák a számukra megfelelő otthont szülőföldjükön. Az egyik leginkább a szülőföldön való boldogulás segítő pályázati kiírásunk a falusi házvásárlási pályázat. Ennek köszönhetően eddig több mint 1100 családi házat vásároltak meg a pályázóink. Ez azt jelenti, hogy ezek a fiatal családok, egyedülálló szülők itt maradtak, vagy visszatértek Vajdaságba, a szülőföldön boldogulnak, önálló életet tudnak kezdeni saját ingatlanban, gazdálkodnak, vagy valamilyen gazdasági tevékenységet is tudnak benne folytatni. Az egyik legsikeresebb pályázati kiírásunk, a legtöbbször jelent meg ez idáig. Az idei házvásárlási támogatás értéke ezúttal 10 000 helyett 15 000 euró. A Prosperitáti Alapítványnál a legújabb pályázati kiírásra több mint 200 pályázatot nyújtottak be. Ezen kívül még két aktuális pályázatot írtak ki kisvállalkozók, illetve a gazdák számára.
Évszázados hagyománya van a nádvágásnak a Szabadkához közeli Ludasi tavon. Évről évre azonban egyre nehezebb a nád kitisztítása, mert nincsenek elég kemény minuszok. Így a tó nem fagy be, vagy csak olyan vékony jégréteg képződik, amelyre nem biztonságos rámenni. Ilyenkor csak a tóparthoz legközelebbi részen vágják a nádat a ludasiak. Így van ez az idén is, a helybeli önkéntesek a nádvágás mellett a mólókat is felújítják, megjavítják. A Ludasi tó nagyon sok vízi madár költő és élőhelye, különleges természeti rezervátum, 1977 óta a Ramszári Egyezmény nemzetközi jelentőségű mocsaras területté nyilvánította, ezért a nádvágás módját és helyét is külön szabályozzák. Az utóbbi években azonban egyre nehezebb az önkéntes nádvágók dolga, mert elmaradnak a kemény fagyok, a tóvíze nem fagy be, ezért sok helyen nem tudják levágni az avas nádat. Csömöre József a Ludasi iskolánál a mólóról próbálta megvágni a nádat, a jégréteg annyira vékony, hogy nem mert rámerészkedni. Úgy lapáttal is a mólóról, mert másképp lehet, hogy majd megpróbálom hosszom deszkát is, majd később, hogy távolabb bevágjam, hanem akkor eddig lesz csak elvágom, ha még nem lesznek nagyobb fagyok. Lecsek, víz. A Ludasi tó egy másik partszakaszán jobban haladtak a munkával. Ma már leginkább géppel vágják a nádat. Az első osztályú levágott nádat kévébe kötik, és a későbbiekben majd értékesítik. Régebben, amikor még volt igazi tél és kemény mínuszok, és be lehetett menni a tó közepébe is, akár 5000 kéve nádat is levágtak és eladtak. Idén jó, ha csak pár száz lesz. A legnagyobb részét azt nádtetőbe építik be, a többi része, ami talán minőségesebb, abból pedig ilyen stukatért készítenek. Van kereslet a nád iránt? Hát igen, van kereslet, mivel hogy az építkezési iparban is egyre több természetes anyagot használnak, úgyhogy a nád is ugye abba a kategóriába tartozik. A gyenge minőségű nádat, ami semmire sem használható, azonnal elégetik a Ludasi tó partján. Így vágták a nádat nagyapáink. Régen úgynevezett nádvágó gyalászkát használtak. A nosztalgia kedvéért a nádvágók meg is mutatták, hogyan kell azt használni. Gyalászkával avval nehéz. Most ez az új modern gépekkel könnyebb csak csinálni. De valamikor mindig gyalászka volt, meg volt toló, tolóval csináltuk, nem volt ez a modern gép. A Ludasi tó egy harmadik partszakaszán a móló elhasználódott deszkáit szedték fel, és cserélték ki a Ludas Közösségfejlesztő Egyesület önkéntesei. Ezt a mólót pedig nem majd igyekszünk úgymond a napokba befejezni, mert hogyha nem tudunk a jégre rámenni, illetve veszélyes rajta közlekedni, akkor próbáljuk a meglévő móló felületéről úgymond ezt a szakaszt felújítani. Környezetvédelmi szempontból is óriási jelentősége van a nádvágásnak, hiszen a kivágott avasnád helyébe a tavasz folyamán friss, zöld nád nő majd ki, amelybe szívesebben fészkelnek a madarak. Ráadásul az avasnád, ha nem vágják ki, akkor belerodhat a tóba, és ezzel nő az iszap mennyisége is. Idén mintegy 80 vajdasági, magyarországi és erdélyi, a táncház mozgalomban is aktív népzenész vett részt a 10. vajdasági magyar népzenész találkozón, melyet a kishegyesi Kátai vendégházban tartottak. A kalotaszegi muzsikáról, zenészekről és a vajdasági táncház mozgalomról hallhattak előadást a zenészek a 10. vajdasági magyar népzenész találkozón, majd közös zenélés következett. Sok fiatal muzsikust vonzott ez a rendezvény. A 17 éves Harmad Csongor, a Kamrás Együttes tagja, második alkalommal érkezett a találkozóra. A mai rohanó világban néha egy jó megállni szerintem is. Kicsit kifújni magunkat, leülni egy asztalhoz,
beszélgetni más zenekarokkal, akikkel nem feltétlen találkozunk. Ilyen fellépés, olyan verseny, ilyen megmérettetés. És a népzenész találkozónak szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos része, hogy itt vagyunk egymásnak, egy közösséget tudunk alkotni vajdasági magyarként. Az erdélyi Üsztürű együttes tagjai úgy vélik, ez a rendezvény összekovácsolja a népzene kedvelőit, ezért ők is visszajáró vendégek. Ez egy olyan kezdeményezés, ami az embereket kovácsolja, és meg nem csak az együtt muzsikálás, hanem az együtt beszélgetésekkel, ilyenkor egy kicsit nyugodtabban lehet beszélni. Nekünk azért jó idejönni, mert olyan, mintha hazajönnénk, hiszen hasonló gondolkodás emberekkel találkozhatunk, bár több száz kilométerre van a mi hazánk, de mégis otthon érezzük magunkat. Az előadók, oktatók neves magyarországi és vajdasági szakemberek voltak. Mint mondták, a népzenében mindig lehet valami újat tanulni. Én azt gondolom, hogy a gyakorlati része, tehát amikor majd itt mindenki hangszert ragad, és elkezdünk közösen muzsikálni, annak is hasonló a funkciója, mint ennek az elmúlt előadásnak, hogy kedvet csináljon. Hogy felhívja a figyelmet arra, hogy bár ha azt is gondolod, hogy ezt a muzsikát már jól ismered, vannak benne még felfedezésre váló részek. Az egész népzenész társadalom magáinak érzi ezt a rendezvényt, és valóban minden zenekar képviselteti magát, mondta Juhász Gábor, a rendezvény főszervezője. Ez a hétvége pedig arról szól, hogy mi itt egymás között örömzenéljünk, beszélgessünk a programjainkról, beszélgessünk a kiadványainkról, beszélgessünk a képzéseinkről, beszélgessünk egymásról. Topolyán első alkalommal van műjégpálya. Létrejöttével a helyiek több éves álma valósult meg. A műjégpálya igen látogatott, sokan töltik itt a szabadidejüket. Több programot is szerveztek az elmúlt időszakban, ilyen volt a szünidő záró rendezvény is, amit a Karnevál a jég körül címszóval hirdettek meg. Lufikat oszt a korcsolyapályán a gyerekeknek bimbó bohóc. A karnevál a jég körül téli szünidő búcsúztató rendezvényére sokan látogattak el. Az új jégpálya igen népszerű a gyerekek körében. A 8 éves sörfőző Dorka is szívesen tölti itt a szabad idejét. Én nagyon szeretek ide jönni, mert itt annyira ünnepi hangulat van mindig. Boldog vagyok, hogyha korizhatok a pályán. Olyan jó érzés korcsolyázni. Topolyán első alkalommal van műjégpálya. Létrejöttével több éves álom valósult meg. A fiatalok és a szülők is örülnek ennek, hiszen így helyben is tudnak korcsolyázni a jégen. Nem kell Szabadkára vagy a környező településekre utazni. Korcsolya iskola is indult, amelyre mintegy 260 gyermek jelentkezett. Az elmúlt időszakban sikerült ünnepi hangulatot teremteni a múzeum melletti téren, és több programot is szerveztek. Nagyon jó kezdeményezés ez, nagyon örülök, hogy megszervezték. Télen ez egy jó szórakozás a gyerekeknek, így szünet alatt pedig egy napóleoni ötlet, úgyhogy erre már régóta szükség lett volna, úgy érzem. Úgy látom, a gyerekek nagyon jól érzik magukat, így az én unokám is nagyon dicséri ezt a szórakozásmódot. Most próbálom, itt tanult meg korizni, és ő legszívesebben minden nap eljönne. Forró fahéjas almalevet osztottak az érdeklődőknek, a gyerekeket pedig édesség is várta. Az esemény megmozgatta a kisközösséget. A frissen facsart almalevet Jovánovics Dániel óbecsei vállalkozó jóvoltából kóstolhatták meg az ital kedvelői. Sokszor szoktam rendezvényeket szervezni, és ezért gondoltam, hogy akkor én megtámogatom azzal, hogy eljövök is forralt fahéjas almalevet
osztunk a gyerekeknek, kínálunk a gyerekeknek. Egyrészt azért volt fontos, mivel a gyümölcspréslésem, amivel foglalkozunk, egyrészt a gyerekek véget kezdtünk el, mert úgy gondoljuk, hogy minden családasztalára szeretnénk, hogy jusson egészséges, természetes gyümölcslé, és ne a luxus legyen. Ezért is gondoltuk, hogy eljöjjünk, megmutassuk a topolyi lakosoknak a gyümölcslevünket, úgyhogy szeretjük támogatni a közösséget. A művelődési ház programjait mindig nagy érdeklődés övezi, nem volt ez másként most sem. Több rendezvényt szerveztek a műjégpálya mellett, mivel megkezdődött a farsangi ünnepkör, ezért most egy bohóc színesítette a programot, és másokat is arra biztattak, hogy jelmezben érkezzenek az eseményre. Hatalmas érdeklődés volt december 21-én, amikor az első rendezvényt szerveztük, akkor azért úgy mellénk, nem igazán a saját érdem, de azt is el kell mondani, hogy akkor pedig a TSC-nek az első csapata is jött, nem ugyanabban az időben, de ugyanazon a napon, úgyhogy különféle korosztályt és más-más érdeklődést szólított meg. Tehát mi 5-től kezdtük a programot, az első csapat pedig az aláírásokat este 6:30-tól osztotta, úgyhogy rengetegen voltak itt. Egyébként a művelődési háznak a programjai, a zöme az nagyon látogatott, és külön öröm az számunkra, hogy a szabadtéri rendezvények azok, amelyek nagyon közkedveltek, több helyszínen működünk. A tervek szerint a topolyai művelődési háza jövőben is érdekes programokkal várja majd az érdeklődőket, hiszen mindent megtesznek annak érdekében, hogy összetartsák ezt a kis közösséget.